páncélos csapataink gyakorlata. A szerb háborúban hűsi halált halt két német pilótát, akiknek holttestét a közelmúltban találták meg a Tisza árterületén, katonai díszsel temették el Óbecsén. A német hősöket Óbecse község saját halottjainak tekintette, és díszsírhelyen helyezte örök nyugalomra. Magyarország. Mindenfelé felgyújtott terepet és felrobbantott hidat jelzik. A honvédség előretörése nyomában az elmenekült lakosság csoportosan tér vissza a lakóhelyére. Csapataim Kolomel utcáin vonulnak át. Magyarország kormányzója az országlás felelősségteljes a remete templomában. Megáldották a turisták védszentjének, Szent Bernátnak harangját. Állandó készültségben van. A börtönné alakított templom udvarán elégetett politikai foglyok megszenesedett holttesteire találtak csapataink. Szovjet-orosz területek úttalan útjain előnyomuló magyar honvédség gépkocsijainak állandó javításáról a jól felszerelt szeroszlopok gondoskodnak. Csapataink nagy mennyiségű repülőbombát zsákmányoltak. A szovjet hadsereg üldözésében.
égő és homokban heverő helyiségeken keresztül vonulnak a magyar csapatok. Jól átázott magyar páncélgépkocsik támadásra indulnak. A szovjet csapatok több helyen felgyújtották a nyersolajtartályokat. 500 ezer liter nyersolaj a lángok martaléka. A vasárnapi miséken honvédeink számosan járulnak a szent áldozáshoz. Az előnyomuló csapatok parancsnoka kiértékeli a beérkezett jelentéseket és kiadja a támadási parancsot. Gyalogságunk szükség átkelési eszközön jut át a Bug túlsó partjára. A hídverés helyének biztosítása után gyors csapataink hadihidakon kelnek át. Utak hiányában szántóföldeken széles sávban nyomulnak előre csapataink. A támadáshoz felfejlődött csapatrészeket szovjet repülőgép támadja meg. Előnyomuló csapatainkat szovjet repülőgépek támadják meg, melyeket a légvédelmi tüzérségünk lelő. Előtt szovjet gépek roncsai.
magyar csapatok előnyomulásának útját a szétvert szovjet seregek elpusztult felszerelése jelzi. Foglyok között gyakran szívósan ellenálló szovjet amazonok is kerülnek fogságunkba. Egyik bugmenti város hídját a bolzsevikiek felrobbantották. Felgyújtott és szétrombolt városon vonulnak keresztül csapataink. Propaganda híresztelései ellenére a szövetséges csapatok által elfoglalt területeken szorgalmasan csépeli gabonáját a lakosság. A helyszínen beszerzett gabonából készül a tábori sütőoszlopoknál honvédeink kenyere. Gyors csapataink Nikolajev felé nyomulnak előre. Nikolajevre ugyanaz a sors várt, mint a többi elfoglalt szovjet-orosz városra. Ami éppen maradt a harcok során, elpusztították a bolzsevisták. Végtelen oszlopban kísérik honvédeink a szovjet hadifoglyokat. Osztatott szociális gondoskodása így fest valóságban a bánya munkás telepén. Házas készülődés a repülőtéren. Támadásra indul a repülőszázad, hogy új győzelemmel gazdagítsa repülőink hírnevét.
kihívása után mind visszatértek a Dnyeper mentéről, s a nap kicsfényel tűnik le a Krivojrogi hegyek mögött. Vitéz Miklós vezérőrnagy kitünteti a szovjet elleni harcok hős tisztjeit és legénységét. Tüzérségünk támogatásával csapataink fontos városokat és ipartelepeket foglaltak el. Tüzérségünk folyam átkelési gyakorlatait külföldi katonai attasék jelenlétében tartották meg. Mezőgazdasági gépekben állítólag bővelkedő szovjet honban a lakosság ma is ősi eszközökkel csépeli a learatott gabonát. A megáradt folyók felrobbantó higgyai helyett a honvédeink szükséghidakat építenek. Dnyeper egyik felrobbantott vasúti hídja mellett egyenlőre pótbűrűn indul meg a forgalom. Hitler a Vörös Kereszt az ország különböző helyein tökéletesen felszerelt kórházakat állított fel, ahol vöröskeresztes ápolónők és orvosok ápolják a sebesült honvédeket. A szovjet ellen küzdő csapataink a legutóbbi hetekben a Dnyeper arcvonal egyik legfontosabb szakaszát védelmezték. A folyóparton felállított figyelőőrsek jelentésére a tartalékok nyomban előre siettek a veszélyeztetett pontokra, és minden esetben visszaverték a szovjet támadó kísérleteit.
küzdelemben kitűnt hős honvédeink mellére a csapatparancsnokok feltűzik a kitüntetéseket. Gépkocsizó gyalogságunk minden akadályon át ellenséges tüzérségi tűzben tör előre a visszavonuló szovjet csapatokra. Petrosnál Európa legnagyobb vízierőművét a visszavonuló bolsevista csapatok robbantással hasznavehetetlenné tették. Déli szárnyon a túlsó part birtokba vétele után a szovjet üldözésére utásaink szállítják át honvédeinket a Dnyeperen. Dnyepropetrovszk városában is mindenütt a szovjet pusztítások nyomai láthatók. ...és helyreállította a Szent Istváni gondolatot. Munkács lakossága nagy lelkesedéssel fogadta a keleti harctérről hazatérő honvéd határvadászokat. Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes a honvéd vezérkar főnöke a kormányzó úr képviseletében a csapatok zászlóit feldíszítette és átadta a harcokban vitézül küzdött honvédeinknek az adományozott kitüntetéseket. A csapatok díszmenete.
felváltott gyors standárd első egységei hazaérkeztek Budapestre. Szovjet harctéren felváltott gyors hadtest csapatai hazatérőben Uzsoknál lépték át az 1000 éves magyar határ. Ungvárot a város polgármestere fogadta az átvonuló csapatokat. Osztotta ki a legfelsőbb kitüntetéseket. Kijev utcáin magyar tábori csendőr irányítja a forgalmat. Az Alföld fiai sítalpon teljesítenek járőrszolgálatot Ukrajnában. Hidászaink a zord orosz télben új hidat építenek a Dnyeperen. Kitzinger német tábornok megszemlélte a munkálatokat. We'll be right back.
hatására a megszálló honvédcsapatok szeroszlopainak üzemanyagállomásai és javító műhelyei szolgálnak. Honvédségünk a megszállt szovjet területeket tervszerűen tisztítja meg a hátrahagyott vagy ejtőernyő leereszkedett terroristáktól. Honvédeink süppedő hóban teszik ártalmatlanná a megszállt területen bujkáló bolsevista orvlövészeket. Magyarország kormányzó helyettese megszemlélte a légvédelmi tüzérség és a páncélos alakulatok harcszerű gyakorlatait. Tartás feladatait, ahol fegyvereik védelme alatt visszatér az élet rendes üteme, amennyire azt a kivonuló bolsevisták esztelen rombolásai lehetővé teszik. A vasúton érkező lőszert és élelmet tehergépkocsikra rakják, és elindítják az első vonalak felé. Állító oszlopok honvédei keményen birkóznak az olvadás okozta terep nehézségekkel. Az arcvonalon. Egy zászlóalj parancsnoka kiadja a támadási parancsot.
aknavetők és légvédelmi tüzérek biztosítják az előnyomuló csapatokat. Olvadó hóban, lerombolt falvakon, elesett bolsevisták és állati tetemek mellett visz el a vörös rémuralom ellen előretörő honvédeink győzelmes útja. A keleti arcvonal katonái mindenütt megünnepelték a Német Birodalom vezérének születésnapját. Honvédeink díszmenete a kievi ünnepen. Az ellenségtől elhódított területek erdőségeiben fegyveres bandák igyekeznek megbújni. Honvédeink fáradtságot nem ismerve tészülik át a hatalmas kiterjedési területeket. Leküzdésük tervszerűen folyik. Egy hídfőnél elhelyezett aknákat nehéz puska tűzzel tesznek ártalmatlanná. Ebben a faluban lőszerraktárt rejtettek el, amely tüzérségünk találataitól felrobbant. A bolgár királyi szimfonikus zenekar Budapesten hangversenyezett. A hadműveleti területre megérkező és az arcvonal felé menetelő honvéd csapatok díszmenetben vonulnak el a csapattest parancsnoka előtt. Büszkén és vidáman a győzelembe vetett hittel indulnak a magyar fiúk a harcba, mert tudják, hogy országunkat messze a magyar határtól kell megvédeni. Az átvonuló honvéd csapatok megtisztítják a megszállott területeket a garázdálkodó partizán hordáktól. Falvakban és elhagyott házakban húzódnak meg az orvlövészek, akiknek kifüstölésével tüzérségünknek és gyalogságunknak sok dolga akad.
rendkívül ejtett partizánokat ukrán nemzetőrök őrzik. Partizán harcok következtében földön futóvá vált, nyomorban sínlődő szovjet lakosság csapatokba verődve várja, hogy a honvédség tisztogatási munkájának befejezése után visszatérhessen elhagyott otthonába. Honvédeink szívesen osztják meg kenyerüket az éhezőkkel. Szerte ringó buzatáblák várják az aratókat. Levente ifjak és leányok százai állnak munkába ott, ahol a gazdákat elszólította a honvédelem kötelessége. Csapataink előnyomulását nagy mértékben veszélyeztetik a rejtett aknamező. Utászaink elektromos aknakereső berendezéssel állapítják meg az aknák pontos helyét. Óvatosan felszedett aknákat a gyújtóberendezés kiszerelésével teszik ártalmatlanná. Csapataink feltartóztathatatlanul nyomulnak előre a Don felé. Felhőbe burkolózva dübörögnek előre a páncélosok. Thank you.
csatákban honvédeink a bolsevisták ezreit ejtették foglyul. A hadifoglyok gyűjtőtáborban várják továbbszállításukat. Harctér úttalan útjain és a hadműveletek közben megrongálódott gépkocsikat és páncélos járműveket a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt szeroszlopok javító műhelyében javítják ki. Légierők egyik oroszországi tábori repülőterén a hadigépek gondosan álcázva várják bevetésüket. A bombaszekrényeket kis és nagyméretű bombákkal töltik meg. A bevetési parancs kiadása után bombázóink egymás után emelkednek a levegőbe, hogy a szovjet utánpótlás vonalaira bombazáport zúdítsanak.
katonatársaink, akik az orosz tél legborzalmasabb napjaiban is kemény kötelességtudással végezték nehéz hídépítési munkálataikat, megérdemelt pihenőre visszatérnek a hazába. Elindulásuk előtt a seregtest parancsnoka kiosztja a legfelsőbb hadúr által adományozott kitüntetéseket. Teljesít szolgálatot, látogatást tett a hadseregparancsnokságon, ahol Vitéz Jáni Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok fogadta. Csapataink megszakítás nélkül vonulnak kelet felé. Az óriási távolságok és rossz utak nagy teljesítményt követelnek embertől, lótól és gépektől egyaránt. De a magyar honvéd hagyományos szelleme és győzni akarása minden fáradtságot és akadályt leküzd. Ahol nincsen híd, hevenyészet szükségmegoldásokkal segítenek magukon honvédeink. Elpusztított hidak mellett utászaink szorgos munkával építik a hadi hidakat a folyamakadályok leküzdésére. Elkészült hadihidakon megszakítás nélkül kelnek át csapataink a szovjet nyomába. Meghódított városokban honvédeink utcáról utcára harcolva füstölik ki az ellenséget. A rövid pihenőket fürdéssel és vidám játékkal töltik katonáink. A
elvonulás útvonalán mindenütt a megsemmisített és zsákmányolt bolsevista harckocsikkal találkozunk. Közöttük néhány amerikai gyártmányú is van. Pusztulás és rombolás országán át tovább halad a magyar honvéd a vörös veszedelem ellen, mert tudja, hogy ott messze idegenben hazáját védi, és amikor az ellenséget a Don vidékén üldözi, otthonát kíméli meg a pusztulástól. Vidékén küzdő repülő vadászosztály parancsnoka bevetés előtt eligazítja a vadász századok parancsnokait. Ebben a vadász osztályban teljesít szolgálatot a kormányzó helyettes úr is. A vett parancs értelmében a kormányzó helyettes úr kiadja részletparancsait, és ezután elindulnak vadászrepülőink a feladatul kiadott szovjet harckocsik leküzdésére. Elfoglalt Stary Oszkol felett visz el repülőink útja az ellenség felé. Felderített célok fölé érve merészen csapnak le vadászaink az ellenséges harckocsikra.
zsákmányolt szovjet-orosz fegyverek kiállítása. Az évek hosszú sora óta népszerűvé vált vásárüzeneteket idén a Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata váltotta fel, hogy az otthoniak közvetlen üzenetét juttassa el katonáinkhoz. A háborús üzenőszolgálat. Az elpusztult városrészek romhalmazait szovjet hadifoglyok takarítják el. Hadifoglyok segítenek műszaki csapatainknak a hidépítés munkálataiban. A voronyezsi harcok közben egyik elfoglalt város mellett pihennek meg csapataink. A frissítő pihenő után tovább halad az előnyomulás a Don kanyarban. Magyar csapatok kemény ellenállásán. A Don bozótos és ingoványos partján küzdik le honvédeink az átszivárgott kisebb ellenséges csoportokat. Golyószórósaink előretolt állásaikban halált megvető bátorsággal tartanak ki az erős ellenséges tűzben, hogy megakadályozzák a szovjet csapatok átkelését. Menti harcokban igen fontos tüzérségünk szerepe. Feladata távolabbi ellenséges célok leküzdése, gyülekezési helyek és átkelőpontok megsemmisítése és a támadásainkhoz szükséges tűztámogatás megadása. Közelében zajlott le a Don menti harcok legnagyobb páncélos csatája,
ahol legendás hősiességével ismét dicsőséget szerzett a magyar katona. Kiveszik részüket a munkából is. Szovjet csapatok a nagy mennyiségű hadianyagon kívül sok hadi célra alkalmas lovat hagytak hátra. A gazdátlanul maradt lovakat a harcok lezajlása után összeterelik és lógyűjtő állomásoknak adják át. Minden állat megmentése fontos katonai érdek, mert az egészséges lovakat azonnal csapataink szolgálatába állíthatjuk. Az állatok közül a leromlott, beteg és férges lovakat a lógyűjtő állomások mellett működő tábori lókórházak veszik szakszerű gondozásba. A férges lovat gázkamrában fertőtlenítik és féregtelenítik. Tüzérség rejtett állásait mérőszázadaink hangméréssel mérik be. Az egész mérőrendszer előkészítését a század előretolt mérőállomásai végzik, és az adatokat lovas küldönccel juttatják a mérőközponthoz.
A nem látható szovjet ütegállások helyét a század az ellenséges lövegek lefényképezett dörejeinek hangképéből állapítja meg. Csak ennek kiértékelése után kapja meg tüzérségünk a lőelemeket, és a nehéz, tarackos üteg megnyithatja tüzét. A Don mentén ezeket a vállalkozásokat csírájukban folytják el, és lendületes ellentámadásokkal vetik vissza a szovjet csapatok támadó kísérleteit. Thank you.
A szövetséges csapatok harapófogójában összeroppant szovjet seregtestek foglyul ejtett maradványait honvédeink fogolytáborba kísérik. Átnyújtja a Führer kitüntetéseit. Honvédségünk keményen tartja előretolt állásait. Az arcvonal harcászatilag fontos pontjainak készbevételére helyi vállalkozásokat hajtanak végre. A harcoló csapat és a parancsnokság közötti gyors összeköttetés megteremtése a siker érdekében döntő fontosságú. Ezt a híradó csapatok a legkorszerűbb eszközökkel harc közben is biztosítják. Az egyik kerékpáros kötelék parancsot kap egy harcászatilag fontos pont gyors elfoglalására. A vállalkozás során kemény utcai harcokra kerül sor. A makacsul ellenálló ellenséges fészkek leküzdésére légi erőinket vetik be. Felderítők pontos jelentése alapján bombázóink nyitják meg a földi csapatok számára az utat. Tovább folyik az előnyomulás a Donpart egy újabb szakasza felé.
honvédeink elérték a Dont. A nehezen áttekinthető területeket azonnal aknákkal zárják le. Az elfoglalt partszakaszt kitűnően megépített és rejtett állásokból ellenőrzik. A túlpartról kezdeményezett ellenséges támadó kísérletek tűzfegyvereinkkel szemben kudarcot vallanak. A Don partján a magyar honvéd áll őrt. A kijevi hősi temetőben koszorút helyezett az elesett bajtársak sírjára. A honvédvezérkar főnöke a harcoló csapatoknál. Szeretett csomagok kiosztása a harcoló katonák között. Az egymás mellett különösen vitézül küzdő magyar és német bajtársak a honvédvezérkar főnöke kezéből vették át kitüntetéseiket. Szemleútja végeztével Vitéz szombathelyi vezérezredes buzdító szavakat intézett a harcoló honvédekhez. A magyar nemzetben mindig megvolt az értékelése a vitézségnek, a bátorságnak, a hősiességnek és a helytállásnak, a katonai kitartásnak.
éppen ennek a meggyőződésünknek köszönhetjük azt, hogy 1000 év óta fönnmaradtunk, és máma is itt állunk, messze távol a hazától, és harcolunk a magyar nemzetért, a magyar nemzetnek a hitért, a magyar nemzetnek a szabadságáért és a függetlenségért egy jó Istentől elrogaszkodott ellenség ellen. Lankadatlanul folyik a harc a bolsevista veszély elhárítására és letörésére. A harcok során megsérült bajtársukat egészségügyi katonák részesítik első segélyben. A gyalogsági nehéz fegyverek és tüzérségünk oltalma alatt rohamjárőreink megközelítik az ellenséges állásokat és felrobbantják azok drótakadályait. Az így keletkezett réseken gyalogságunk az ellenséges állásokba tör. És újakkal való pótlását tábori, kocsijavító és kovács műhelyek végzik el. Keleti hadszíntéren küzdő honvédség lehetőség szerint a helyszínen gondoskodik saját ellátásáról. Cséplés Ukrajna gazdag buzatermő vidékein. Készül a honvédek ropogós kenyere. Volt szovjet gazdaságok állatállománya is a honvédség ellátását szolgálja.
Hidászaink mindig több és újabb hidakkal javítják a küzdők összeköttetését a hátországgal. Készült egy új híd. Egy kerékpáros kötelék indul az arcvonal felé. A hosszú útvonalat sűrűn felállított légvédelmi tüzérség biztosítja. A Donvidék egyik szakaszán a gyalogság visszaveti a terepen rejtőző bolsevistákat. Lángszóróval és tűzfegyverekkel törik meg a helyi ellenállást. Hadászatilag fontos terepszakaszt meg kell tisztítani az ellenségtől. Megerősítik állásaikat és előkészítik a téli szállásokat. Tartalékcsapatok váltják le azokat, akik az első vonalakban hosszú ideig helytállottak. Kitűnően álcázott tűzfegyverek vetik vissza a szovjet csapatok szórványos helyi támadási kísérleteit.
Persze orosz síkságon a magyar honvéd áll őr, hogy megvédje a Kárpátok koszorúzta otthon békéjét. Magyar csapatok parancsnoka könnyebb sebesüléséből felépülve visszaérkezett a keleti hadszíntérre. Egy tüzérütek legénysége a kész téli szállás előtt élvezi az utolsó őszi napsugarakat. Vidám játék saját készítményű kártyával. Haladó csapatok útján jelentés érkezik ellenséges mozgolódásról. A tüzérség néhány jól irányzott lövéssel elveszi a bolsevisták vállalkozási kedvét. Bujkáló bolsevistákat tábori csendőrök kutatják fel, és kísérik a fogolytáborba. Egyre gyarapszik a hadifoglyok száma. Honvéd gépkocsizó alakulat karpaszományosai önként magukra vállalt munkával építik meg egy a főútvonalból kieső falu bekötő útját. Szerény munkával készülnek a téli szállások, hogy megvédjék honvédeinket a közelgő orosz tél deremesztő hideg ellen.
legbiztosabb szállító eszköze a szán. Honvédségünk szeroszlopai szorgalmasan készülnek a közelgő télre. Csapatok utánpótlásának biztosítására a hiányos szovjet vasúti hálózatot a műszaki csapatok új vonalrészekkel egészítik ki. Hatalmas földtömegeket kell megmozgatni. Ezt a legkorszerűbb műszaki felszereléssel és a hadifoglyok munkaerejének felhasználásával végzik el. Újra megnyílnak az orosz templomok kapui. Felszentelnek a templomot, amelyünk rajta ütnek a felderített támadási kísérleteken, és csirájukban folytják el azokat.
Székesfehérvár lakossága lelkesen búcsúztatta a keleti hadszíntére induló házi ezredét. Nemzeti színű zászlójuk magassal lobog, és szent esküjük száll az egek urához. Adja a magyarok Istenet, hogy esküdöknek megfelelhessetek, és annak maradéktalanul eleget is tudjatok tenni. Adja Isten, úgy legyen! Vágtatva viszik a lovak a beváltakat vissza a faluba, ahol csillogó szemű lányok és zengő musika várja őket. Büszkén tekint a falu népe a székely hősök méltó utódaira, akikre ma még vidám tánc, holnap pedig esküvel vállalt szent kötelesség vár. Támadva fogják körül az átszivárgott ellenséges erőket, és minden harci eszköz bevetésével törnek rájuk.
harcjogosaink mesterséges köd leple alatt támadnak az ellenségre. Közérségünk ütegállásait fedett futóárkok kötik össze a figyelőhelyekkel. Körletekben jó kedéllyel töltik pihenőidejüket honvédeink. Sürgős postát futárrepülőgépek juttatják el a harcoló csapatok parancsnokságaihoz. Thank you.
az orosz puszták szele mag előtt hajtja a hulló hófejheket. Téli szállások építéséhez szükséges faanyagot honvédeink hadifoglyokkal termeltetik ki. Utászaink elkészítették a hősi halált halt kormányzó helyettesről elnevezett hidat. Félelmetesebb fegyvere. Hóban indulnak felderítő szolgálatra. Gépkocsizó tanezred minden szolgálatot teljesítő katonájának Szent Kristóf emlékérmet ajándékoz karácsonyra. Ház István doktor készítéséhez.
felderítő járőr ellenséges erők átszivárgását jelenti. Honvédeink sítalpakon indulnak az ellenség leküzdésére. Járőreink lóval és zsákmányolt harckocsival vontatva törnek előre. Búcsúztatók sorából nem hiányzott a szerencsét hozó kémény seprő sem. Egy türelmetlen, négy lábú újonc. Termesztő orosz télben súlyos jégpáncél rakódik a repülőgépek felületére, amely a kormány felületek mozgását is akadályozza. Honvédeink különleges forró levegőt fejlesztő berendezéssel távolítják el a jeget. A megtisztított gép felveszi személyzetét és rakományát, és elindul feladatának elvégzésére. A nagy kiterjedésű elfoglalt orosz területen az utánpótlás fontos tényezői a széles folyamokon átvezető hidak. Utászaink a bolsevisták által lerombolt egyik híd helyett a helyszínen található faanyagból hatalmas hídszerkezetet építettek. Az új híd hősi halált halt kormányzó helyettes urunk nevét viseli. Ájtatos imába merülve vettek részt az istentiszteleteken.
protestáns úrvacsora. A tábor karácsonyfáján függő ajándékokon keresztül érezték honvédeink az otthon szerető gondoskodását. Ünnepi vacsorán részt vettek a tábori színház tagjai, közöttük honvédeink kedvence Kis Manyi is. Honvédeink arcvonalán megélénkült az ellenséges tevékenység. Azonnal bevetett sítalpas egységek bekerítik a beszivárgott bolsevistákat. Egyidejűleg tüzérségünk gránátesőt zúdít a távolabb gyülekező bolsevista erőkre. Szovjet erők oldalába. Yeah.
Honvédeink harckocsik védelme alatt nyomulnak előre a bolsevista csoportok elszigetelésére. A szovjet tömegtámadások során minden helységért áldás küzdelem folyik. Romba dőlt falvak határában csapataink hősi helytállással tartóztatják fel a támadó bolsevistákat. Kilőtt szovjet harckocsik roncsai borítják a csatateret. A szovjet hadsereg a számára kedvező téli időjárásban mindenütt támadja a keleti arcvonalat. A német és szövetséges csapatok szakadatlan súlyos harcokban verik vissza az ellenséget. Olaszország elleni éjszakai ellenséges repülőtámadások elhárítására éjszakai vadászok szállnak fel. Ellenséges repülőgép a fényszórók csóvájában. Égbe zuhan le az egyik támadógép. Szakadatlanul folyik a honvédség korszerű kiképzése. Rohamutászok gyakorolják az árok és földerőd állások felgöngyölítését.
német tábori rendőrség egységei összpontosított támadásra indulnak a bolsevisták felmorzsolására. A befagyott, iszapos erdőségekben csak szánokkal és hernyótalpas járművek lehet közlekedni. Fiatal horvát hadsereg tagjai korszerű kiképzésben részesülnek. A sítalpas alakulatok az ország még hófötte, hegyes vidékein nappali és éjszakai gyakorlatot tartottak. Mezőtúr népi fazekasipara messze földön híres. Badár Balázs művészi örökségét fia fejleszti tovább. Műhelyéből Mezőtúr Tus szobrán dolgozik. A helyszínen beszerzett anyagokból művészi szentségtartó készül a mindenükből kifosztott orosz templomok felszerelésére. A keleti hadszíntér magyar megszálló csapatai az arcvonal mögött megtisztítják a területet a fel-fel bukkanó partizán bandáktól. Repülőgépen érkezik a jelentés a bolsevisták helyzetéről. Honvéd csapatok indulnak a partizánok bekerítésére. Falvak jelzik a garázdálkodók menekülési útvonalát. Csapatok felkutatják és ártamatlanná teszik a keleti arcvonal mögött elszórva garázdálkodó partizánokat. Zene.
honvéderők biztosítják az utánpótlási és vasútvonalakat. Egy volt szovjet repülőtér romlai közé fegyveres bandák fészkelték be magukat. Honvédeink rohammal birtokba veszik az épületromokat. Jelenlétében nyitották meg a műcsarnokban a Magyar Művészetért Mozgalom 4. képzőművészeti kiállítását. Országos vezetője Gyula város egyetlen hadiárva Leventéjének, Nagy Gyulának átnyújtotta az apámat adtam a hazáért hadiárva levette jelvényt, amely most került először kiosztásra. Istentiszteleten vettek részt, ahol a hősi halottakért imádkoztak. Sajnáldó Justinián bíboros herceg prímás mondta a hősök terén a katolikus reventék szent viséjét.
A